Jó napot kívánok! Kedves nézőink, Önök a Magyar Hét Média Család népszámlálási műsorát látják. Egy műsorfolyamat indítottunk Magyarként Itthon címmel, felkészülve a 2021-es népszámlálásra. Ennek alkalmából hívtuk meg a stúdióba Bukowski László kisebbségi kormánybiztost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És üdvözlöm egyúttal Őri Péter, Csoló Közcsütörtök polgármesterét, az MKP országos elnökségének tagját. Köszönöm, hogy elfogadtam meg. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Adódik a kérdés, mint ahogy az előző vendégeinknek is föltettük, van-e esély arra, hogy a 2021-es népszámláláson azokat a negatív tendenciákat, amiket sajnos látunk évtizedről évtizedre, megfordíthassuk? Elsőként Bukowski Lászlót kérdezem. Hát a kérdés az jogos, de úgy gondolom, hogy nagyon reálisan kell tekintenünk a népszámlálás elé. Én úgy gondolom, hogy mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez a lemorzsolódás, ami nem csak a magyar kisebbségen belül tapasztalható, ez biztos, hogy egy újabb figyelmeztető jel lesz majd, hogy... Most arra gondolva, hogy egy általános demográfiai trend, egy általános demográfiai trend is van, ugyanakkor a kisebbségeken belül is érvényes ez a lemorzsolódás, egyedüli kivétel ez alól a roma kisebbség, de a többi kisebbség részéről ez egy általánosan követhető trend, aminek persze sokkal több összetevője, komponense van, mint hogy itt ez a műsoridő lehetőséget adna arra, hogy minden kérdésre megoldást találjunk. Tehát én a közelmúltban is arra hívtam fel a figyelmet, hogy elsősorban próbáljunk már előre gondolkozni, hogy ezt az új valós helyzetet hogyan képes feldolgozni a szlovákiai magyar közösség, és milyen koncepciókba, illetve víziókba gondolkodva tudnánk elképzelni ezt a fogyást, illetve ezt a folyamatot, hiszen nem akarok most előre haladni a témával, de tulajdonképpen a mostani kormányzati időszaknak van egy ezen kívül is egy nagyon fontos feladata, ez pedig a kisebbségi törvény megalkotása, tehát hogyan kialakítani egy olyan jogi keretet, illetve egy olyan társadalmi klímát, ami fékezhetné ezt a folyamatot. Bukowski László új helyzetet említ, és valóban ez a helyzet, hiszen új lehetőséget is kínál ez a népszámlálás, a kettős identitás bejelölését. Ez előny vagy hátrány ön szerint? Elsősorban szabad az előző kérdés, az egy gondolatot még hozzáfűzni a gondolatsorban. Nyilván 10 éves folyamatot fogunk vizsgálni, és annak a végét fogja a népszámlálási adathalmaz majd bemutatni. Tehát azt a 10 év alatt társadalmilag, politikailag, klímáját, demográfiáját tekintve milyen változásokon ment keresztül az itteni magyar közösség is, azt fogja bemutatni majd a népszámlálásnak az eredménye, mint említettem. Azt, hogy kettős lehetőség van, vagy két lehetőség van, nyilván most nagyon nehéz megsatszolni, vagy megmondani, hogy ez pozitív, vagy negatív jelenségként kezelendő-e. Utólagosan egy olyan adathalmaz fog rendelkezésére állni az itteni magyarságnak, amely bizonyára lehetőséget ad arra, hogy, úgy, ahogy Bukowski úr is mondta, elkezdődjön egy olyan gondolkodás, amely előre fogja vinni az itteni magyar közösséget, az itteni társadalmat, illetve az itteni kisebbségeknek a kérdését is. Nyilván lehetőség, és azért vannak példák, mert ugye Magyarországon tudomásom szerint volt olyan település, amely horvát településként a második X-ét azt úgy tette be, hogy önmagát magyarnak érzi. A viszonyulása egy államhoz, egy államalakulathoz, a nyelvhasználat lehetősége, a kulturális identitás megélése, vajon mi az a döntés, amely mondjuk a megvallását, a nemzetiségi hovatartozásnak befolyásolja, erre fog választ adni a kérdés. Amennyiben mondjuk pozitív elmozdulást tud mutatni a másodlagos kérdéseknek a lehetősége, tehát ott több lesz olyan, aki azt mondja, hogy második nemzetiségként megjelöli mondjuk a Perem és a Szórványvidékben a magyarságot, akkor ezt lehet akár pozitívan is tekinteni. Én viszont azt gondolom, hogy alapvetően két magyar X-et kell tenni, ez az alapvető cél. Viszont azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag nincs olyan itteni felvidéki magyar család, ahol ne találkoznánk egy-egy szlovák férjel, egy szlovák feleséggel, akár egy roma férjel, egy roma feleséggel. Elég erőteljes a társadalmi romon belül az a nemzetiségi átjárás, nemzetek közötti
ha szabad így fogalmazni, keveredés, amely behatárolja azt, hogy a családon belül is milyen nemzetiségek jelennek meg. Az unokatestvéremnek a férje, aki szlovák volt, és annak a gyermeke Pozsonyban, hogy most mit fog beixelni, aki lehet, hogy egyébként szlováknak tekinti magát, de lehet, hogy a második X-ét benyomja egy magyar nemzetiség alá, és ez mondjuk ugrásszerűen megemeli a pozsonyi magyarságnak a létszámát, akkor lehet, hogy ez pozitív. De nyilván lehet ez negatív is, hogyha azt fogjuk látni, hogy a magyar közösségnek a tagjai azt fogják beixelni, hogy ők szlovákok a második X-ként, ott, ahol mondjuk több vidék van, és ezt a szlovák többség másképp fogja magyarázni. És hát szabad ne feledje, ugye a kulcskérdés az, hogy hogyan fogják elkönyvelni mindezeket az adatokat, hogyan fogják értelmezni, hiszen a nyelvhasználatot kötik településenként ahhoz, hogy hányad része tartozik ahhoz az adott nemzetiséghez. Van-e valamilyen fejlemény ebben az ügyben? Lehet már tudni, hogy merre felé hajlik majd a statisztika utólagos értelmezése? Kérdezem Bukovszky Lászlót. Konkrét elképzelés nincs, és mondom, én visszatérnék arra, amiről a múlt héten Somorján is beszéltünk, hogy ha van egyáltalán elképzelése a magyar közösségnek ebben a témában, akkor próbáljuk ezt megfogalmazni. Ön is utalt bizonyos kisebbségi joghoz, mindenképpen el kell mondani, hogy a kisebbségi nyelvhasználati jog az nemzetiséghez kötött. Na most, hogy még az előző kérdésre kapcsolódva, tehát miért került ennek a kérdésnek a bevezetésére sor, én úgy gondolom, itt nem is kettős identitásról gondolkodva javasoltuk ezt, hanem egy második identitás bevezetése. Tehát a kérdés is úgy van megadva, hogy ön milyen nemzetiségűnek tartja magát. Bocsánat, ezt tisztázzuk a nézők kedvéért, hogy mi a különbség a másodlagos identitás és a kettős identitás között. Tehát én úgy gondolom, hogy vannak olyan személyek, akik az identitásuk tekintetében nem egyöntetőek. És kapcsolódnak például ahhoz, amit itt Őri Péter is mondott, hogy igen, második identitásként tulajdonképpen melyik az az identitás, amely közel áll hozzám. Mi legalábbis itt Szlovákiában a 10 évenként ismétlődő népszámlálásokat követően mindig azt mondjuk, hogy ezek a számadatok nem valósak. Tehát ezek nem reális számadatok, mert azt mondjuk, hogy hát persze, mert nem félmillió magyar van Szlovákiában, hanem mert mennyien vannak, akik félig bevallani identitásokat. Bocsánat, ezt Öri Pétertől is kérdezem, mire alapozunk azt, hogy ezek a statisztikák nem megbízhatóak? Kérem majd utólag előválaszolni. Én úgy gondolom, hogy ezek egy ilyen szubjektív vélemények. A másik dolog meg az, hogy mi nagyon szeretünk általánosítani. Tehát teljesen más szinten vagyunk, és ez nem egy szlovákiai-magyar specifikum. Tehát ez egy általános emberi jellem, hogy kinek ilyen, kinek olyan erős az identitása. Tehát ilyen erős az identitása. Például nagyon érdekes volt az... Bocsánat, a kérdésem arra vonatkozott, hogy miért gondolhatjuk azt a statisztikákról, hogy ezek nem megbízhatók. Emögött lehet esetleg olyan szándék, hogy valamilyen úton, módon kevesebb magyar tüntessenek fel? Én szerintem nem. Hát gondolom, hogy Őri Péter majd elmondja ezt, hiszen az önkormányzatok kezébe van egy óriási nagy jogkör, hiszen ők a végrehajtói, illetve lebonyolítói tulajdonképpen. Igen, a népszámlálásnak. Igen, és akkor kérném is, hogy Őri Péter reagáljon. Végéről kezdve a válaszadást, amennyiben lehetséges. Igen, az önkormányzatoknál van ez a feladatkör, amelyen lebonyolítását a népszámlálásnak odatta az egyes településekhez. Itt azt gondolom, hogy azért előteljesen tudatosítani kell azt is, hogy nem mindegy, hogy milyen az önkormányzat összetétele, és mennyire tartja szívügyének egy-egy önkormányzat azt, hogy mondjuk valós és nagyon megfontolt kitöltési segítséget nyújtson azok részére, akik mondjuk elektronikusan, hogy most egy elektronikus népszámlálásra kerülsen. Mondjuk el a kedves nézőknek, hogy korábban népszámlálás biztosak végezték ezt a munkát, és most azok asszisztensek fogják segíteni, akik elektronikus módon nem tudják kitölteni. Korábban népszámlálási biztosok mentek ki, akik segítettek és elmagyarázták adott esetben. Az adott kérdés, ez is egy fontos, tehát tapasztalatban vagyok olyan rég polgármester, hogy az előtti népszámlálást is láttam belülről, lebonyolítás tekintetében. Elmagyarázták, segítették, hogy a megfelelő megvallását, akár a vallási, akár a nemzetiségi hovatartozásnak, az biztosítani tudja az adott személy részére. Voltak ott is, akik kérdések se váltak, nem tudták önmaguk eldönteni. Tehát nyilván ezt a számláló biztossal akkor megbeszéltem. Most viszont van egy elektronikus kitöltési rendszer,
Azt is tudjuk és tudatosítjuk, én azt gondolom, hogy ezt mondhatom az összes önkormányzat, akár magyar önkormányzat nevében is, hogy vannak olyan személyek, akik nem fogják tudni megoldani. Vagy nincs internet kapcsolatuk, vagy nem értenek a számítógéphez, akár idősebbek. Adott esetben nem is érdekli őket hidegen, hogy van egy ilyen réteg is. Most tegyük hozzá szociálisan hátrányos helyzetűek. Szociálisan hátrányos helyzetűek. Az ő részükre is segítséget kell nyújtani abban, hogy ugye biztosítsa törvény adta feladatként, vagy rendeletben adott feladatként az önkormányzat annak lehetőségét, hogy kitöltse, akár segédlettel is, vagy kimegy a helyszínre, vagy a személy bejön, és a hivatalban egy elkülönített részen egy számítógép segítségével a megfelelően kiiskolázott kolléganő segíti majd a kitöltést. Na itt van a felelősség benne, mert hogyha az a személy, aki mondjuk a népszámlálást végzi és segíti, külön fölhívja a figyelmét arra az adott személynek, a közösség másik tagjának, hogy ez fontos, mert mondjuk ennek függvénye az, hogy lesz-e elhasználati lehetőség, lesz-e mise, például megnézik, hogy mennyi adott esetben az adott közösséghez tartozóak személye, adott kisebbséghez tartozóak személye, ezt kell segíteni ennek a személynek. Az, hogy mennyire... Bocsánat, kisebbségi kormánybiztosként hogyan tudja segíteni az önkormányzatoknak ezt a munkáját? Szerintem csak közvetlen módon. Közvetlen módon úgy, hogy a kisebbségi kormánybiztos, tehát én napi, tehát túlozva napi kapcsolatban vagyok a statisztikai hivatallal, hiszen a statisztikai hivatal az a központi szerv, amely tulajdonképpen együttműködik az önkormányzatokkal, és a statisztikai hivatal módszertani útmutatókat küld az önkormányzatoknak, továbbképzéseket biztosít az önkormányzati alkalmazottak számára, hogy hogyan kell ezt az egész folyamatot lebonyolítani, és hát azon belül persze vannak magyarázatok is arra, hogy az egyes feltett kérdések mit tartalmaznak, és a válaszok milyen relevanciával bírnak. Na most az én feladatom ebben az elsősorban, hogy ezekhez az információkhoz biztosítsam a kisebbségi nyelvű hozzáférést az adott települések számára, és hát tényleg a labda ott pattog a másik oldalon, tehát hogy az adott önkormányzat mennyire él ezzel a joggal, illetve a lehetőséggel, és én csak ösztönözni szeretném az önkormányzatokat, és felhívni a figyelmüket arra, hogy igenis vegyék figyelembe ezt, már abból kifolyólag is, hogy maga a népszámlálás az egy kötelező jog a törvényből eredően. Tehát minden polgár kötelező részt kell, hogy vegyen a népszámlálás folyamatán belül. Igen, ez egy fontos megjegyzés. Mi van abban az esetben, hogyha nem tölti ki elektronikusan a polgár, és valamilyen módon tiltakozik az ellen, hogy az asszisztenssel együttműködjön? A törvény erre ad lehetőséget, hiszen azt mondja, hogy szabálysértés követ el az állampolgár, és esetleg pénzileg is szankcionálható. De ugyanakkor meg kell mondani azt is, hogy maga a rendszer lehetővé teszi azt, hogy az egyes kérdéseket átugorva tölti ki a polgár. És ezt ne felejtsük kimondani, sajnos a nemzet is, sajnos vagy nem sajnos. De az összes kérdésre vonatkozik ez. Ezek az úgynevezett szenzitív kérdések, így fogalmaz, ha jól emlékszem. De nem csak. Tehát elméletileg az összes kérdést átugorva enged ez a rendszer további lépéseket megtenni. De ha jól értem, mindketten amellett érvelnek, hogy jelöljük be a nemzetiséget, és itt a kulcskérdés, kérem, hogy már reagáljanak, elsődlegesen a magyar nemzetiséget jelöljék be. Ha jól értem, mind a ketten emellett érvelnek. És elsőként Öri Pétert kérdezem, és nagyon megtisztelőzte válaszol. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy igen, én az első panelben a válaszadás lehetőségénél, hogy azt mondtam, hogy minden esetben, amennyiben valaki tudja és meg tudja élni, akkor a magyar nemzetiséget x-elje be, hiszen nagyon-nagyon sok egyéb lehetőség, feladat, de főleg lehetőség az ebből adódik. Beszéltünk elhasználatról, beszéltünk vallási kérdésekről. Én azt gondolom, hogy fontos, és adott esetben a másodlagos nemzetiséget is magyarként föltüntetni. Nyilván itt ugye vannak olyan szürke zónák, hogyha szabad így fogalmaznom, amelyek, említettem egy konkrét példát, amelyek ezt befolyásolni tudják, Bukowski úr hozta nyomtatva. Ha szabad még egy margó megjegyzést az önkormányzatok tekintetében, óriási az országon belüli néppántorlás, azért ezt is jó, hogyha tisztán látjuk. A néppántorlás, ha szabad így fogalmaznom, az országon belül egyúttal azt is jelenti, hogy nagyon sok településen olyan személyek laknak, akik ott nem bírnak állandó lakhellyel, tehát az önkormányzat őket hivatalosan el sem tudja érni.
ez az egész országra jellemző, és itt azért elég komoly gondot okozhat. Szerintem minimum 5% a lakosságnak máshol él, de bátorkodom akár a 10%-os satszolást is megmondani, mint ahol állandó lakhely elbír. Ami viszont egy ilyen statisztikai adathalmaz elkészítésénél, az adatok begyűjtésénél a népszámlálás során elég komoly problémát tud majd okozni. Akár külföldön élnek, akár slang fogalmazásban, a keleti, aki Pozsony környékén él. Igen, ez fölmerült bennem, míg beszélgettünk, hogy ugye aki külföldön él, elektronikusan nem fogja tudni kikölteni, vagy ki fogja tudni? Én úgy tudom, hogy ki fogja tudni. Én is úgy tudom, hogy igen. Igen. Jó, az előbb Bukowski úrtól elvettük a szót, tessék reagálni, mert... Na, én pontosítanak, tehát picit Péter által elmondott információkat pontosítanám, hiszen maga a rendszer... Azt mondja el nekünk, hogy mi van a kezében. Tehát a kezemben a népszámlálási ív. Tehát igen, volt egy időszak, ha jól tudom, egy hetes időszak, amikor egy ilyen próba népszámlálást végezhettek el Szlovákia szintjén az emberek. Tehát az én válaszom tulajdonképpen az, hogy ha a magyarokról beszélünk, és mondjuk akár vagy nemzetiségiekről, tehát van két kérdés. Van a nemzetiségre vonatkozó egy kérdés, illetve egy alkérdés, és van az anyanyelvre való kérdés, vonatkozó kérdés. És én azt mondom, hogy aki szlovákiai magyar, akkor az elsősorban tüntesse fel két igent az adott kérdésre. Tehát én magyar nemzetiségű vagyok, és magyar anyanyelvű. Ugyanis, amit Péter mondott, az sajnos nem így van, vagyis hál' Istennek nem így van. Tehát az alkérdés az azt mondja, hogy egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát, és akkor azt mondja, hogy igen vagy nem. És ha azt mondja, hogy nem, akkor egyszerűen akkor nem ad nekem lehetőséget. Ha azt mondja, hogy igen, akkor viszont már nem adja meg a lehetőséget, hogy én duplán valljam magam magyarnak, mert én már tulajdonképpen kiixeltem azt, hogy én nekem nincs másik nemzetiségem ergo. Tehát akkor vannak külön csak magyarok, magyar nemzetiségűek, és illetve a másik kérdésben megadott még hozzárendelt egyéb nemzetiség. De a rendszer nem teszi lehetővé azt, hogy valaki magyar-magyarnak jelölje be magát, de lehetőség van arra, hogy igenis csak egy nemzetiséget valljon. Vagy csak szlovák, vagy persze, egyéb nemzetiség. Persze. Ez viszont nem vonatkozik arra, hogy az anyanyelvet feltüntetheti, ugye? Tehát... El is kellett, hogy feltüntetheti. Azért mondtam a két X-et, tehát mindkét kérdésnél. Anyanyelv és igen. Tehát ebben megegyezünk, hogy egy másodlagos magyar... identitás, és még feltüntet egy anyanyelvet emellett. Az egy más kategória. Az teljesen más kategória. Tehát az anyanyelvre csak egy kérdés vonatkozik. Az anyanyelvre csak egy kérdés vonatkozik, és ahogy utaltunk rá, tehát van egy kérdés, ez a 11-es, mi az ön nemzetisége? Ezen belül én kiválaszthatok egy nemzetiséget, és van egy alkérdés, hogy egyéb nemzetiséghez tartozónak is tartom-e magamat. Ha azt mondja, hogy igen, akkor igen, bejelölöm, és akkor ad nekem egy lehetőséget. Ha azt mondom, hogy nem, bejelölöm, és rátérik a következő kérdésre. Jó, akkor most kanyarodjunk egy picit. Ön a kisebbségi kormánybiztosi munkájában gyakorta szembesül azzal, hogy mi magyarok azokkal a jogokkal sem élünk, amikkel egyébként élhetnénk, mert megvannak. Adódik a kérdés, hogy ez hogyan fogja érinteni a népszámolást. Van-e dolgunk? Nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy igen, népszámolási kampányra van szükség. Akkor inkább a kérdést átfogalmaznám. Hogyan tudjuk azokat meggyőzni, hogy bejelöljék a nemzetiséget, a magyar nemzetiséget, tehát vállalják az identitásukat, hogy ezt fontosnak érezzék. Miközben nem érzik fontosnak azt, hogy adott esetben a kétnyelvűség az egy természetes dolog legyen abban a környezetben, ahol ők is tehetnének róla. Jó, hát biztos, hogy vannak mindenféle kampánystratégiák. Tehát úgy gondolom, hogy ehhez meg is vannak azok a partnerek, elsősorban, mint a civil szférára gondolok, akik a szlovákiai magyar közeget ilyen módon próbálják megszólítani. Bukoszkör, de létező jelenség, amiről beszélünk, hogy nem élünk a jogainkat. Ez igen. Tehát ha általánosan akarunk fogalmazni, akkor ez általánosan így meg is fogalmazható. De úgy gondolom, hogy ez egyéni függő helyzet, ugyanakkor regionálisan is különbözünk ebbe szlovákiai viszonylatba, és ha még picit túlozni akarnak, akkor még kisebbségeken belül is. Tehát most én 13 kisebbségről beszélünk, vagy akár 11 nyelvi kisebbségről, ahol teljesen másképpen jelenik meg az a helyzet. Feltehetően a szepesi népetekhez képest kiválóan állunk az identitást tekintve.
Ez is egy általános megfogalmazás. Jó, ez is egy általános megfogalmazás. Mert persze, tehát úgy gondolom, hogy egy több magyar vidéken élő lakó szlovákiai magyar identitása biztos, hogy más, mint egy szepességben élő, szorványban élő német. De ha németekről beszélünk például, a kettős identitás vagy a második identitás kérdése, ez a többi kisebbség számára is érvényes. Egy példát szeretnék mondani. Hát például maga a Kárpáti Német Egyesületnek több tagja van, mint amennyi német jelentkezett a 2011-es népszámlálás során. Tehát ez is egy óriási kiinduló pont. Tehát többször találkoztam én németekkel, több rendezvényen vettem részt, tehát a németekben még ez a bűntudat, tehát a második világháború során elkövetett, vagy a történésekre alapuló bűntudat, ez még sokkal jobban él a németekben, mint mondjuk a szlovákiai magyar kisebbség bizonyos rétegeiben. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy Péter is utalt rá, tekintsünk erre az új helyzetre úgy, hogy ad ez egy esélyt arra, hogy olyan közös megfogalmazásokat tegyünk le az asztalra, ami képes ellensúlyozni azt az asszimilációs folyamatot, ami több évtizeden keresztül itt folyamatban van. Nyilván nem könnyű a kérdés. Mi az eredményes kampánystratégia? Bukowski arról beszélt, hogy regionálisan is különbözik, egyénenként is különbözik. Hogyan tudjuk ezt mégis központilag valamiféle egységes üzenettel koordinálni? Az eredményes kampánystratégia az az, mint a mérkőzés előtt a szövetségi kapitány, amikor kiküldi a válogatottat, amely a győzelemre, vagy a győztes mérkőzésbe viszi a játékosokat. Ezt nehéz megfogalmazni, mert nyilván nagyon sok rétű. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen az említett két X, tehát az, amiről beszéltem, az anyanyelv és a nemzetiség volt, hogy pontosan fogalmazzak, azt kell beixelni. A nagy kihívás a kampánystratégia tekintetében én azt gondolom, hogy nem a magyar embereknek az elérése, akik biztos, hogy be fogják húzni a nemzetiségi hovatartozásukat magyarba is, az anyanyelvüket is magyarba, hanem mint említettem, azoknak a pozsonyi mondjuk felmenők tekintetében az egyik ágon legalább, vagy nagyszülők tekintetében magyarral, vagy más nemzetiséghez tartozó személlyel bíró személyeknek a behúzása, tehát pozsonyi félmagyaroknak, félnémeteknek, félig, negyed részben, nem tudom én milyen részben a szülők, nagyszülők részéről, akik azt fogják vallani, szlovákok, de adott esetben hajlandóak a másodlagos nemzetiségüknél beixelni azt, hangsúlyozom mondjuk Pozsonyban, hogy ő német, hogy ő zsidó, hogy ő magyar, hogy ő roma, bármi mást, hiszen ez tudja továbbvinni azt a kérdést, amely arról szól, hogy az elkövetkező időszakban ide milyen kampánystratégiát lehet fordítani, hogy vajon azok a mi közösségünkhez is adott esetben inklináló személyek, akik kicsúsztak a kulturális identitás eme köréből, azok hogy hozhatók vissza? Mert ez is egy jó kérdés. Az eredményes kampány tekintetében én azt gondolom, hogy annól még május 29-én az MKP részéről indítottunk egy javallatot, ami arról szólt, hogy próbáljuk meg valóban egy össztársadalmi, összközösségi tevékenység keretében elindítani az együttgondolkodást a népszámlálás eredményességéről. Én pillanatnyilag nem tudom, mert most nem járok az MKP nevében a megbeszélésekre, illetve a más szervezet nevében se. Én nem tudom, hogy áll a kampánynak az előkészítése, teljesen őszinte akarok lenni, de bízom abban, hogy időben sikerült fölhívni arra a figyelmet, hogy ez egy olyan közös ügy, amely a közösségnek az elkövetkező 10 évét minimum meghatározni tudja. Fogja. Bocsánat, kormánybiztos úrnak is adjuk meg a lehetőséget, szaladt az időnk. Az eredményes kampánystratégiáról néhány gondolatot kérnék. Én az eredményes kampánystratégia kérdését nem azt mondom, hogy túlzottnak értékelem, hiszen Péter is elmondta, hogy ez egy 10 éves folyamat. Számomra az a bántó... Bocsánat, ez úgy hangzott, mintha már nem lehetne jóvá tenni a 10 évet. De hát biztos, hogy jóvá lehet tenni, de hát mindenki arra alapozza ezt a kampányt, hogy valamiféle emóciót kiváltani az emberekből, de hát nem lehet egyik napról a másik napra kiváltani olyan emóciót, ami nem egy egyszeri döntésről szól. Tehát az én identitásom megvallása az ne szóljon arról, hogy 2 perc alatt kelljen nekem eldöntenem, hogy megfelelően válaszoljak erre a 2 kérdésre. Tehát ilyen szempontból a régi rendszer talán idézőjelben még demokratikusabb volt, hiszen az önkormányzatok széthordták a számlálási éveket, és az állampolgárnak vagy a lakosnak volt ideje
morfondírozni azon, hogy na most akkor én mit töltsek ki, hogy és így. De most tényleg egy olyan idő szűkében lesz állít az ember, hogy ott lesz az önkormányzati hivatalban, vagy annál az asszisztensnél, aki kijön hozzá, és akkor azt fogja mondani, hogy hát akkor most hogy döntsek, vagy ne döntsek. Tehát ilyen szempontból óriási feladata van a civil szférának is, óriási feladata van akár a statisztikai hivatalnak, hogy megfelelő információkat küldjön az önkormányzatoknak, és hát mi ebbe tényleg partnerek vagyunk, hiszen ahogy említettem, akár a propaganda időszakában, vagy a propagációs időszakban kisebbségi nyelven is fogunk kommunikálni az önkormányzatok részére, szórólapokat fogunk elkészíteni, hogy igenis ne féljünk bevallani az identitásunkat, hiszen ez egy 10 évre meghatározó jogi keret akár bővítését is eredményezheti. A másik dolog, hogy ne féljünk a magától, a népszámlálástól. Tehát hiszen emlékszünk arra, 10 évvel ezelőtt nagyon sok ember egyszerűen ignorálta a népszámlálást, és hát több mint 7%-a az identitásra vonatkozó információkat ki se töltötte. Tehát abból kiindul, hogy ezek a szenzibil információk, ezek elvesznek, majd az állam vissza fog ezzel élni. Tehát azt kell az emberek felé súlykolni, hogy igen, ez biztonságos rendszer, és az, hogy egy pozitív jelet küldeni az állampolgároknak, hogy ez egy olyan jelenség, ami módot ad arra, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Mert én azt látom, pénteken is volt ez a megbeszélés, hogy most azzal riogatjuk az embereket, hogy most ne adj Isten, ez egy jogvisszalépést fog eredményezni. Tehát már itt közik a két szempont, és valahogy egy egységes kommunikációs rendszert kéne építeni, hogy igen, ez a lehetőség, és tudjuk azt, hogy kevesebben leszünk. Mert az, aki azt állítja, hogy nem leszünk kevesebben, az hazudik. Tehát az nem él a realitás talaján. Tehát 10 éve beszélünk ezen, vagyis erről, és próbáljunk erre egy olyan pozitív kampányt építeni, ami azt mondja, hogy ha te bevallod tehát vállalod identitásodat, akkor mi képesek vagyunk itt a megmaradásra. Amennyiben nem, akkor beszélhetünk itt bármiféle jogszélesítésre, nem lesz alapja. És ugye az előbb Öri Péter egy sporthasonlatot hozott, a foci edző példáját. Hát azt hiszem, magyar válogatott szurkolóiként mindannyian megéltük, hogy egy gyengébb csapat is képes győzni a pályán, hogyha megfelelő hátteret kap hozzá. Ez a lelki háttér, a pszichológia. És hát ugye, ha már lelki háttérről beszélünk, ez a népszámlálás sem lesz egy ilyen steril környezetbe jövőre. Az sem mindegy, hogy milyen a közérzület, a közhangulat, a felvidéki magyarság közhangulata. Öri Péter politikus, ön sincs távol a politikától. El kell jutnunk idáig azért a beszélgetés végére. Hogyan látják? Megvan az az impulzus a magyaroknak, hogy végre valamiféle pozitív üzenetet kapnak, és ez lecsapódik majd a népszámlálásban is? Elsőként Öri Pétert kezdem. Nagyon kérem, hogy röviden mindketten az időnk elszaladt. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag nincs. Tehát az a eufória, amely szükséges lenne ahhoz, hogy az itteni magyar közösség valóban felébredjen, én szerint, nézetem szerint visszaemlékezés tekintetében az utoljára 90 és talán 98-ig tartó időszakban volt jelen. Én azt gondolom, hogy azt az érzést kellene újra közvetíteni, azt az érzést kellene elérni, amikor valóban van egy összefogási, együttgondolkodási, együttműködési, összetartozási irányba mutató hajlam a politikum részéről is, ezt tud generálni, viszont ez olyan impulzusokat kell kiküldeni a politikumnak is a lakosság felé. Egyetlen egy mondatot, ha még szabad az évekkel kapcsolatban, a lakosságot el kell érni. Tehát a legfontosabb kampány feladat az, hogy a lakosság tisztában legyen azzal, hogy milyen űrlap fog érkezni, várhatóan milyen kérdésre mit illene, vagy mit kell beixelni. Hát legyünk őszinték, tehát én azt gondolom, hogy az átlagpolgároknak a nagy része bizonyára nem a népszámlálás kérdésével kell reggel és 4 órakor ezzel érkezik haza, vagy adott esetben a labdarúgó válogatott mérkőzés szünetében azon gondolkodik, hogy na vajon majd hogy fogom 2021-ben a népszámlálási kérdőjelet kitölteni. Ezt el kell juttatni, tehát ez a legfontosabb feladata a kampánynak, azt gondolom. Egy gyors reakciót még kérnék Bukaszki Lászlótól is. Biztos, hogy fontosak ezek a jelzések, de csak visszautalok arra, hogy tehát az előttünk álló időszakban, tehát ez egy csak nem fél éves időszak, nem biztos, hogy ezt el tudjuk érni. Tehát nem biztos, hogy el tudjuk érni. Ez egy folyamatos lépések halmaza, és ha visszagondolunk arra, hogy a mögöttünk álló 10 év mit okozott a szlovákiai magyarságon belül is, akkor hát azért picit el kell, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan kommunikáltuk saját magunk identitását is.
Köszönöm, tanulságos beszélgetés volt. Remélem a nézők is így gondolták. Legközelebb is visszavárjuk a nézőinket, és hát önöket is. Viszontlátásra! Viszontlátásra, köszönjük!